Oromhegyes részévé vált 4 év alatt a Paparagó tábor. Idén Szent Vendel, a pásztorok és juhászok védőszentjének és II. Rákóczi Ferencnek a szobrát faragják a profi és amatőr művészek, valamint díszes feliratú templomkapu is készül. A tábor előkészületei már egy éve megkezdődtek. Szóval egy úgynevezett falva kultúrája alapítvány budapesti bejegyzésére, amelyek elsődleges feladata, hogy a hátrányos helyzetű falvakat szépítsék, lakhatóvá tegyék. A másik fontos feladata és küldetésünk, hogy a határon túli hátrányos helyzetű falvakba is dolgozzunk, mint alkotók. Ezen az alapon jönnek 4. éve a Paparagó Oromhegyesre, ahol már számtalan köztéri szobor, totemoszlop, díszes pihenőpad emlékeztet a kezük munkájára. A falubeliek megszerették a tábort, megkedvelték a mestereket. A tábort most itt ilyen nyílt formában szerveztük meg, hála Istennek jó volt az idő. Itt a vendégház előtti téren ugye szép a környezet, falusiak láthattak bennünket, megnéztek bennünket, hála Istenem páran. Megnézték, hogy mit készítünk, és kipróbálták a faragást. Csütörtökre elkészülnek az alkotások, a tábor zárja kapuit, a fafaragók magyarországi és felvidéki táborokba mennek tovább. Szent Vendel szobra a falu határában kerül felállításra, a templombejáratok a helyi katolikus templomot díszítik majd, míg Rákóczi szobra csókára kerül.